Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazinműsorunkat látják. A csecsemők legjobb és leghasznosabb tápláléka az anyatej, amelynek számos előnye van az újszülöttre és az anyára nézve egyaránt. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy minél szélesebb körben tájékoztassuk a leendő anyákat, a már édesanyákat, illetve az őket körülvevő családtagokat ennek fontosságáról. A témában Ács Rozália, a Rákosmenti Védőnői Szolgálat intézményvezetője lesz a segítségemre. Üdvözlöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és hát szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és nagyon örülök, hogy erről beszélhetek, ismét beszélhetek, mert mindenkinek kell tudni, vagy hasznos tudni ezeket az információkat. Igen, én is azt gondolom, hogy az anyateljes táplálás kiemelten fontos téma napjainkban. Kanyarodjunk egy kicsit vissza a születésre. Azt kijelenthetjük, hogy egy anyukának, miután hazahozta a kisbabáját a kórházból, számos új feladattal kell szembenéznie, közülük az egyik a szoptatás. És talán nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy sok anya, ha nem szopik jól a csecsemő, kétségbe esik, esetleg saját jó anyai mi voltjukat kérdőjelezik meg. Kihez fordulhat az anya, ha a csecsemő elutasítja a mellett, illetve hogyan tudjuk segíteni a kisbabát? Nagyon örülök a kérdésnek, mert a szoptatás az, meg ezekkel való teendők nem ott kezdődik, mikor megszületik a baba. Nagyon sokan azt gondolják, hogy igen. A várandós anyukák, vagy a nők, akik még babát se várnak, azt mondják, hogy igen, én majd fogok szoptatni. Hát ez ettől sokkal nehezebb. Ezért már a várandóság alatt készítik a védőnők az édesanyákat, illetve fontos, hogy az anya foglalkozzon ezzel a témával. Olvasson utána, nézzen utána, és készüljön erre a szoptatásra, mert kell egy csomó tárgyi tudás, egy csomó lelki megerősödés, hogy aztán, amikor tényleg élesben vannak, akkor tudja a buktatókat. És azt is tudja, hogy ez az anyaság jóságával, az ő anyai mi voltával nem feltétlenül egyenértékű, nem attól lesz jó anya, hogy szoptat, vagy meddig szoptat. Tehát a várandóság alatt felkészítjük, hogy ez a kapcsolat jól induljon, és tudja, hogy mit kell tennie. Tehát már a szülés előtt és a baba születése után is van segítség, az anyák nincsenek egyedül, bátran forduljanak az orvoshoz, védőnőkhöz, illetve nem utolsó sorban ott van az őt körülvevő család. Családtagként hogyan tudjuk támogatni az anyákat, miként és hogyan vonhatók be a családtagok a csecsemő táplálkozásba? Azért sincs egyedül az anya, mert ugye várandós gondozáson ugyanaz a védőnővel tartja a kapcsolatot, az egy ilyen ismerkedési folyamat, akivel a szülés után. Tehát előtte már egy csomó dolgot megbeszéltek a szoptatásról, és a védőnő egy átlagban egy 48 órán belül ki tud menni a családhoz, meglátogatja őket. De a kórházba is kap az anya segítséget, sőt, ugye a védőnő egy hamubasult pogácsát ad neki, hogy a kórházba ez is ez fog történni, és amikor hazajönnek, akkor szintén le tudják tisztázni, újra tudják indítani ezeket a dolgokat, hogy mik a szoptatási nehézségek, mi a helyes testtartás, miért nem kell aggódni, mi az, amire figyelnie kell, ha a baba tényleg nyugodt és alszik, az anya úgy gondolja, hogy eleget szopik. Tehát ezeket a dolgokat nagyon-nagyon pontosan átbeszélik az édesanyával. Nagyon jó, és segítség, hogyha az apa is ott van ezeknél a beszélgetéseknél, mert ugye az információ nagyon sok, és akkor együtt jobban vissza tudnak emlékezni erre az információra, illetve a védőnő azért felajánl saját magán kívül más segítséget is. Én arra hívnám fel a kedves édesanyák figyelmét, vagy a családok figyelmét, hogy nincs rossz kérdés. Meg ne legyen az, hogy nem mernek kérdezni. Tehát, hogy hát igen, elmondta a védőnő, de mégse úgy történik, akkor majd utána olvasok az anyai Facebook csoport valamelyikén, és akkor biztos a többi anya tud jó tanácsot kérdezni. Tehát kérdezzenek,
újra hívják fel telefonon a védőnőt, hogy beszéljék meg, menjen ki még egyszer. Mert ha a védőnő elmondja, az anya hallgat, akkor elmegy egy hét múlva, egy hét alatt sok minden történhet, de ha fáj valamunk, akkor kiabáljunk. Család hogyan tudja segíteni? Elsősorban ne okos és jó tanácsokkal, amiket esetleg ők nagymamaként abba a korba alkalmaztak. Mert a világ változik. A lelki megerősítéssel. Itt vagyunk melletted, jól van, vigyázunk rád, pihenj, tehermentesíteni, takarítástól, főzéstől. Az apa szerepe, az rendkívül fontos. Szoktuk mondani az apáknak odasúgva, hogy mondja el ezt a mondatot, hogy olyan szépek vagytok, amikor látom, hogy szoptatsz. Hát egy nő, amikor ugye hazajön a kórházba és megszül, hát mindennek látja magát, csak nem szépnek, mert hol itt fáj, hol ott fáj, itt folyik, ott folyik, szóval borzasztó, keveset alszik. Tehát nagyon-nagyon kimerült. De mégis, hogyha az apa azt mondja, hogy az apaként ő mit érez, akkor az egy sokkal erősebb pozitív visszajelzés, mint hogyha azt mondjuk, hogy ügyes vagy, hajrá, stb., hanem hogy az apa érzelmileg boldog ettől, hogy a párja szoptatja az ő közös gyerekünket. Ahogy elmondta, a módszerek változnak, viszont a táplálék az ugyanaz, azaz anyatej. Mik az előnyei az anyatejes táplálásnak? Csak egy mondatban mondom, az, hogy egy egészséges, testileg, lelkileg egy boldog, kiegyensúlyozott gyerekünk lesz, és szihésen ez neki egy útra való, szintén egy hamuba sült pogácsa. És hát ugye mindenféle mérésekbe hiszünk a mai világban már, hát igen, mérik az IQ-t is, hogy az anyatejjel táplált babák okosabbak. Hát azért sok mindennel összefügg, nem egy faktortól függ az, hogy a gyerekünk milyen egészséges lesz, milyen okos lesz, vagy a lelke milyen kiegyensúlyozott lesz, de az anyatej biztos, hogy hozzájárul ehhez, hiszen ez az első ősbizalmat megadó kapcsolat. És hát igen, az anya egészségét is befolyásolja, és bizonyított mérések vannak erre, hogy az anya mennyi minden betegséget el tud kerülni az, aki a szoptatott. És picit visszatérnék arra, hogy szoptatási nehézségek, vagy hogy a baba nem akar szopni. A baba akar, hiszen a szopó reflex az olyan, hogy reflex, tehát kell neki. Mégis hol szoktak lenni a buktatók? A technikáknál, amiket meg lehet beszélni, és ne egyszerre kétségbe essen. Azt a példát tudnám felhozni, ugye, hogy készülünk erre folyamatosan, hogy amikor a baba tanul majd járni, annak egy sok megelőző folyamata van. Ugye először felemeli a fejét, aztán megfordul, aztán négy kézlábra áll, felül, mászik, és akkor utána kezd próbálkozni felállni, ugye, és akkor sikerül neki. Hát ugyanígy a szoptatásnál is vannak lépések, amikkel ugye fel kell készülni. És amikor a baba feláll, akkor nagyon sokszor elesik, de újra feláll. Na most a szoptatással is így van. Lehetnek közben hullámvölgyek, hullámhegyek, de újra fel kell állni, és megtalálni azt az erőforrást, azt a tudásforrást, ahonnét az anya tud táplálkozni, vagy fejlődni, segítséget nyújtani. És ezért ajánlom, hogy forduljanak bizalommal a védőnőhöz, és ne féljenek, hogy ismét megkérdezem, meg megint panaszkodok, mert hogyha annyira bonyolult a kérdés, akkor a kerületünkben van szoptatási szaktanácsadó, aki védőnő is. A kolléganő is kapcsolatba léphet a kolléganőjével, akinek ilyen képesítése van, hogy mit mondjon, de akár ez a kolléganő is kimegy együtt a saját védőnőjükkel, hogy még jobban segítse ezt a folyamatot, hogy
megvívják ezt az első nehéz lépéseket. Visszakanyarodva beszélgetésünk elejére, említettük azt, hogy mit tehet az anya, hogyha a csecsemő elutasítja a keblet, viszont mi van akkor, ha az anyának nincs elég teje? Mi a pótlásnak a menete? Kitől, hogyan és mennyit pótoljunk? Azt gondolom, hogy ez orvosi kompetencia már. És nagyon át kell gondolni, és nagyon nehéz, mert ugye szabadon lehet vásárolni ma tápszereket. Tehát ne az anya félelme, bizonytalanság érzete indokolja, hogy adjon pótlást. Mert ha megszoptatja, lehet, hogy jobban felsír. Ha ad tápszert, akkor alszik 2-3 óra hosszáig. Na, milyen jó, ez volt a baj. Igen, csak hogy a tápszer a gyomrába nagyon lassan bomlik le. Tehát amikor a baba nem mutatja az éhségjeleket, akkor hiába kínáljuk enni, akkor köszönő szépen ő nem kér. Másrészt ez nem úgy működik, hogy eszik, alszik, eszik, alszik. Az anyatej ugye fantasztikus összetételű. Az anyatej nagyon gyorsan kiürül. És méhen belül, a köldökzsinóron keresztül napi 24 órán folyamatosan kapja a babát, a táplálékot, az ellátást. Picike a gyomra, kis cseresznye nagyságú, mikor megszületik. Abban nem fér bele annyi, hogy 1-2 óráig ne kapjon enni. Ezért nagyon fárasztó és nagyon nehéz, hogy amikor a baba mutatja ezeket az éhségjeleket, akkor az anya készen álljon arra, hogy pótolja. Tehát a tápszeradás az egy egészségügyi indokkal, kompetenciával bíró, és ugyanígy a kórházakba is, csak akkor adnak a kórházakba pótlást, hogyha ott a gyerekorvos ezt aláírja, indokolja, hogy mikor kell. Tehát ne egy biztonsági tartalék legyen a családok számára, hanem körbe kell járni, meg kell szenvedni, nehéz. Olyan a szoptatás, mint két kezdő tanul egyszerre egy tandembiciklin. Az nem megy egyszerűen. Tehát ahhoz próbálkozni, gyakorolni kell, és a babák úgy születnek, hogy tartalékuk van. Tehát nem fog éhen halni, nem lesz beteg. De tudnunk kell, hogy mik ezek a jelek, amikor oda kell figyelni. Meg hát természetesen van egy életleni súlyesés, tehát azt is figyeljük, de annak is megvannak az egyénre szabott tanácsai, hogy mikor, milyen tényezőt vehetünk figyelembe. Utolsó kérdésnek még azt fel szeretném tenni, hogy mi a tapasztalat? Szeretnek-e szoptatni az anyukák? Jaj, ez nagyon jó kérdés. Igen, félnek tőle, mert egy próbatételnek gondolják, de amikor egy siker történik, akkor ez a legcsodálatosabb érzés. És egy örök emlék az anyáknak, úgy, mint a férfiaknak a katonaság. És akinek nem annyira sikeres, ott sincs minden veszve. Tehát, ha csak félig tudnak szoptatni, és félig pótlást kapnak, akkor is megkapják az élményt. Tehát én arra biztatnák, hogy nullára senki ne adja fel, hanem valamilyen szinten legyenek részesei ennek a csodának. Remélem, sokan nézik majd ezt a műsort, nem csak leendő édesanyák, már édesanyák, családtagok, leendő apukák, esetleg már apukák, hiszen rengeteg hasznos információ hangzott el. Ács Rozália, köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!